Ma örülhetünk annak, hogy a kosárlabdapályák, futballpályák rendelkezésre állnak, a pingpongasztalokat birtokba lehet venni, de nem vagyunk kész. Most csak egy pillanatra megállunk, örülünk, a nyáron már lehet használni ezeket a létesítményeket, de folytatni fogjuk. A fellépésünk több alapvető területre igyekszik kiterjedni. Egyrészt hatósági eljárásokban, peres eljárásokban az önkormányzat folyamatosan, mint fél jelen van, és megteszi azokat az eljárási lépéseket, amik a véleményünk szerint elébre vihetik a repülőgép zajrepülőtéri, repülőtéri zajjal összefüggő ügyeket. A Szent László napokra koncentrálunk, amelyik ugye június 28-29-30-án lesz. Egy különlegessége az lesz, hogy a szombati napon próbálunk egy másfajta közönséget is megszólítani, mint eddig. A fiatalabb korosztályra gondolunk.